Hogy sikerült az 55 pluszos kategóriát megnyerni két nap alatt? Nehezebb volt, mint mondjuk egy egynapos versenyen teljesíteni? Mindenféleképpen nehéz, mert már sok a kétnapos verseny az ott esetben. Nagyon kifáraszt, lefáraszt, de végül is jó. A foglalkozás elérte a célját, ahogy azt szoktuk mondani. Szétrugás döntött az első helyen, Ján Holicsa kellett megmérkőznöd. Hogy alakult ez a playoff? Igazából első nap ugye kettővel én nyertem, másnap ez megfordult, egy flightba voltunk. Ő egyébként erős versenyző, sokszor játszottam már vele külföldi versenyeken, úgyhogy igazából büszke is lehetek rá, hogy őt megvertem. Gratulálok a győzelemhez, mínusz 20-as eredménnyel, nagyon sokat vertél a többiekre. Honnan származott ez a nagy arányú győzelem, ez az igen sok rugásnyi előny, amit össze tudtál szedni két nap alatt? Hát igazából talán annak tudható be, hogy elég jól kezdtem már az első napot is, ugye, de hát mindenkinek, én gondolom, hátszele volt, de ugye az első pár szakasz az nagyon fontos, hogy jön ki, és ez talán így lendületet adott a továbbiakra, úgyhogy ezt próbáltam utána a szembeszéllel is ugye stabilan megtartani, és utána megpróbáltam csak a, tehát semmi extrát rúgni, csak a tutit, és szerencsére így sült el. A második napra viszont azért, mikor ott versenyben fordultatok, hol sikerült leszakítanod a mezőnyt? Hát igazából én ugyanúgy kezdtem a második napot is, mint az első, tehát ugyanazt a játékot játszottam, talán még a szakaszokon is ugyanazokat a rugásszámokat tudtam produkálni. Igazából szerintem inkább a vetélytársak hibái okozták azt, hogy ennyire leszakadoztak, és hogy ekkora előnnyel tudtam nyerni. Volt olyan pont a játék közben, amikor érezted, hogy ez már nem nagyon csúszhat ki a kezedből? Hát éreztem, igen. Mondjuk itt a második napon, talán a fele után, talán a 12-es szakasznál, amikor ránéztem az eredményekre, akkor már láttam, hogy itt nagyon nagy baj nem lehet. Úgyhogy, de azért próbáltam ugyanolyan stabil maradni, és nem foglalkozni ezzel, hanem csak a saját játékommal foglalkozni.